A Veszprémben elszenvedett 16 pontos vereséggel zárta az elmúlt évet a Nyíregyháza Blue Sharks, amely így 8 győzelemmel és 5 vereséggel a tabella 5. helyén állva fejezte be az alapszakasz első felét. A mérkőzés után a klub vezetősége elküldte az amerikai légiós Kyle Luckot, akinek helyére már a héten érkezett új játékos. Sitko Ernő szakmai igazgató szerint az idegenbeli mérlegen mindenképpen javítani kell a tavaszi szezonban. 13 mérkőzésen 5 vereséget gyűjtöttünk, ami ugye általában, meg nem is általában, hanem mindig idegenben történt, amivel azért nem lehetek elégedett, hiszen van benne 2 olyan vereség, amit nem lett volna szabad elszenvednünk, és jó lett volna a 3-ból, ugye a 3 legerősebb ellenféllel szemben történt ez, a 3-ból egyet talán megfogni, és akkor sokkal elégedettebb lennék. Úgy gondolom, hogy a második körben mindenféleképpen jobb teljesítményre van szükség, amire természetesen van esélyünk, hiszen folyamatosan fejlődik a csapatnak a játéka, de 2 évvel ezelőtt volt egy olyan kijelentésem az öltözőben, amikor azt mondtam, hogy a második körben úgy gondolom, hogy minden mérkőzést meg tudunk nyerni, és ez a cél, akkor ez nem sikerült, egy oroszlányi vereséget összegyűjtöttünk. Nem akarom azt mondani, hogy talán ez így a második körre elfogadható lenne, mert igazából az lenne az elfogadható, ha sikerülne megcsinálnunk azt, hogy nem kapunk ki, hiszen a legerősebb ellenfelek hozzánk fognak jönni a második körbe, de nagyon nehéz időszak vár ránk, és szeretném, hogyha jól teljesítenénk ebben az időszakban. Az évet mindjárt egy rangadóval kezdik a cápák, mivel az eddig mindössze 2 vereséget szenvedő 3. helyezett oroszlányt fogadják Bus Ivánék. A bajnoki mérkőzésen nem sikerült megverni még őket, egy HEP kupa elődöntőben győztük le őket, de nem is elődöntőben, hanem egy bronz mérkőzésen győztük le őket, akkor elég simán. Jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk mutatni egy bajnoki találkozón is. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz. Annak ellenére, hogy ez a mérkőzés kedre került, örülnék annak, ha sokan kilátogatnának. Az oroszlány egy jól szerkezetű csapat, jól felkészített csapat, és biztos vagyok benne, hogy mindent meg fognak mozgatni azért, hogy elvegyék azt a hazai veretlenségünket, amire mi nagyon szeretnénk vigyázni. A Nyíregyháza Blue Sharks oroszlány mérkőzés kedden 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsé Televízió nézői pedig szerdán 21 órától láthatják a találkozót.